Sárvára magazinunk következő helyszíne méghozzá a Trió TV Dunántúl elismerése apropóján. Éves ünnepi közgyűlését tartotta a sárvári oratórikus kórus. A közgyűlés alkalom volt arra, hogy megköszönjék támogatóiknak a közreműködést, azt, hogy részt vállaltak az egyesület munkájában, sikerében. Ilyen támogató a Trió TV Dunántúl is, és köszönettel fogadtuk az egyesület elismerését. A 10 éves jubileumát ünneplő SOK, a sárvári oratórikus kórus ünnepi közgyűlésére várta április 12-én pénteken a tagokat, a támogatókat és a partnereket, akik az elmúlt években segítették a közösség működését. Bő 10 évvel ezelőtt jött az ötlet, amiből már a tagokkal, a gyerekkórussal és a segítőkkel egyből 80 fős társaság állt össze. Hosszú utat jártunk be, és nagyon mozgalmasat. Nem mi mondtuk, mások külsősök, hogy fantasztikus, amit ti belevisztek innovációt és ötletet, és hát ehhez a megvalósítás is társul. 2013-ban alakult a kórus, és rá egy évre, 14-ben egyesületi formát öltöttünk, mert azt tapasztaltuk, azt láttuk, hogy van igény. Van a vegyeskari éneklésre mind kórustagnak igénye, illetve a környezetünknek. Tehát mindenképpen váltanunk kellett egy olyan formára, ami pályázási lehetőségeket, szervezett formát tud biztosítani ennek a tevékenységnek, és hát nem egy ember viszi mondjuk a művészeti vezető a vállán azt a közösséget, ami kezdetben 35-en voltunk az első próbán, és most már 50 körüli a felnőtt kórustag létszám, illetve hát van egy 15 fős gyerekkórusunk és tánckarunk. Tehát amikor fellépünk, most már bizony 60-70-75 ember szerepel gyakran a színpadon. Ezt a népes társaságot mozgatni, és a komfortérzetét fenntartani, és egyébként a mindennapokat, úgymond a pénteki próbákat is biztosítani, a jó közérzetet, tehát ezt mindenképpen egy ilyen tudatos és szervezett formában kell. Az ünnepi közgyűlésen elhangzott. A közösségépítés részeként a várostól használatra kapott épületet saját és pályázati forrásból sok munkával felújították és belakták. Így jött létre a hangvilla. Az éneklésen kívül főzőversenyeken is részt vettek, jótékonykodtak és a városi ünnepségeken is szerepeltek. Kezdeti szárnypróbálkozásoktól elindulva először egyszerűbb művekkel kezdtük a repertoár felépítését, és most már 2 nagy egész estés musicalnek a bemutatásán is túl voltunk a elmúlt 10 évben. Legutóbb az arénában 950 ember előtt tudtunk szerepelni Sárváron, ami hát fantasztikus élmény volt. Tehát a szakmai munkáért a művészeti vezetőnk felel, és most már nyugodtan mondhatom, hogy összművészeti tevékenységet végzünk, tehát nem csak a klasszikus kórus éneklést, hanem tánckarunk van, gyerekkarunk van, és jeleneteket is előadunk a színpadon. Sok nagyon jó hangú szólistánk van, aki a kórustagok közül emelkedik ki, tehát mindenképpen ez egy fejlődési lehetőség is, aki először ugyan, hogy kórustag lesz, de utána szóló szerepeket is kap. A színpadon, mind a művészeti tevékenységben, mind pedig egyéb egyesületi tevékenységben mindenki megtalálhatja maga feladatát és a helyét, hiszen a SOK az, tehát a kórusunk, a SOK az több, mint kórus, tehát itt az éneklésen túl mindenki más hozzáteszi a szakmájából, tehetségéből, adódóan azt a pluszt, amitől ez egy nagy családként tud működni. Kondora István, Sárvár polgármestere is köszöntötte a kórust. A legfontosabb a közösség megteremtése. Célok kitűzése, azok végrehajtása, és utána pedig az öröm, ami ebből következik. Én azt kívánom nektek, mindenkinek, hogy még 10, 20, 30 és így tovább éveken keresztül maradjatok még így együtt. Mindig van azért probléma, konfliktus, azokon humorral, jókedvel túl kell lendülni, és akkor működőképes marad ez a közösség is, és minden közösség. A 2023-as jubileumi évet záró és értékelő közgyűlésen az ünneplésé volt a főszerep. A kórus köszöntötte az 5 és a 10 éves jubileumokat ünneplő tagjait.
Megköszönték a közreműködést és a segítséget azoknak, akik már a kezdetektől, vagy akár később csatlakozva segítették a közösséget. A Trió TV 2018-tól működik együtt a Sárvári Oratórikus Kórussal. Klippek és koncertfelvételek, de élő közvetítések is készültek az együttműködésünknek köszönhetően. Az idei évre több kisebb programmal és egy nagy koncerttel készülnek, valamint várják új tagok jelentkezését.